akkor nyissátok ki a Bibliátokat a Mikás 7. részénél, és ma ezt fogjuk tanulmányozni. Nagyon jó ez a rész. Nagyon jó, hogy így van vége Mikás könyvének. Ma be fogjuk fejezni Mikás könyvét. Azt vettem észre, hogy az ember alapvetően, és szerintem te is észrevetted már magadon, az ember alapvetően egy imádó lény. Mindjárt kifejtem jobban, hogy mit jelent ez, hogy az ember egy imádó lény. Hogy mindig kell, hogy valamit imádjon. Nincs olyan, hogy az ember nem imád valamit. Mert úgy vagyunk összerakva, hogy kell nekünk egy cél, amifelé megyünk, amerre nézünk, és mi azért arra alakítjuk az életünket, azért élünk. Például, ez most lehet, hogy kicsit béna példa lesz, de én amikor DJ voltam régen, akkor nekem az egész életem arról szólt. Tehát amikor én a zenét imádtam, a zenélést, akkor nekem arról szólt az egész életem. Úgy formáltam az egészet, ugye, és olyanná váltam, mint amit imádok. Nem vagyok rá büszke, de akkor ez volt. Ez van. Vagy amikor gördeszkáztam, akkor az egész életem kifordult magából, akkor olyanná váltam, mint amit imádtam. De egyszerűen ez csak így megtörtént velem, hogy ez a dolog, amifelé fordultam, amire figyeltem, átformált az egész életemet, a hozzáállásomat, még az időrendemet is. Az volt a fontos, hogy mikor mehetünk le egy jót deszkázni. Na így értem, hogy az ember az egy imádó lény, hogy amire néz, az átformálja teljesen. Ami neki a fontos, az átformálja teljesen. Ez azt gondolom, hogy egyrészt nagyon, nagyon veszélyes lehet, hogy mi ilyenek vagyunk, mert ha egy keresztény elkezd nézni a világi értékrendre, a világi viselkedésre, akkor ő olyanná lesz, mint a világ. Mint amire néz. Mint ami a célja. Teljesen át tudja formálni. A keresztényt is. Hogyha a világi vélemények a fontosak, tudjátok, ez a kislányom mikor lesz már unoka? Hány éves vagy már? Nem igaz, hogy nincs párod? Hát ilyen nincsen. És ha erre néz egy lány, egy keresztény lány, és ez lesz neki a fontos, ez megkeseríti az egész életét. Vagy ugyanígy egy fiú, hogy akinek mondják, hogy fiam, valami baj van veled? Így, tehát, hogy így beszélhetsz róla, nincs barátnőd, tudod, hogy... Szóval ugyanez, és ha elkezd ezekre az értékrendekre nézni, ezekre az elvárásokra egy keresztény, az tönkre teszi az életét, teljesen át fogja formálni. Sőt, hogyha elhagyja az isteni értékrendet, és elkezd csak erre figyelni, már láttam már ilyet is, olyanná válik, mint a világ. Szóval veszélyes ez, hogy milyen imádó lények vagyunk. Hogy nekünk mindig kell valami cél. Igaz, hogy mindig kell valami cél? És leginkább akkor érezhető ez nagyon, amikor az ember mondjuk így nagyon beteg lesz, vagy nem tudom, rákos lesz. Tehát én a barátommal beszéltem, és azt mondta, hogy ez egyik pillanatra én voltak terveim, a másikban már nem. Ez ilyen, hogy nekünk így kell a cél, nekünk kell valami. Főleg szerintem a férfiak. Szerintem lányok is ilyenek biztos, de férfi, legyen cél, legyen imádat tárgya, és onnantól kezdve minden rendben van. Az ember ilyen, de ez veszélyes. De úgy szintén bátorító is lehet, hogy az ember ilyen, meg felszabadító, ha arra gondolok, hogy mi keresztényként olyanná szeretnénk válni, úgy szeretnénk viselkedni, mint Jézus Krisztus. Igaz? Látjuk őt, és mi szeretnénk úgy csinálni, szeretnénk Isten szerint gondolkozni, szeretnénk, ha nem rontanánk el a következő döntést, szeretnénk, ha értenénk a Bibliát, és szeretnénk, hogyha így együtt járnánk Istennel, nem így van? Na most, ez a vágy ott van bennünk, és ha mi Istenre nézünk, ha mi Istenre emeljük föl a tekintetünket, ő lesz az imádatunknak a tárgya, akkor mi olyanná válunk, mint ő. És nem kell rajta erőlködni.
Nem kell rajta erőlködni. Nem avval kell törődni, hogy mit ne csináljak, mint keresztény, hanem avval kell törődni, hogy mit csináljak, mint keresztény. És ha ez van, ő átformál minket. Mit jelent az, hogy Jézusra emelem a tekintetemet? Azt jelenti, hogy betöltöm az időmet, hogy ránézek, hogy akárhova nézek, ő legyen ott. Mit jelent ez? Elmész kocogni. Mit hallgatsz? Rádiót? Ilyen FM-et, meg olyan FM-et? Vagy beraksz egy bibliaórát? Vagy hangosan felolvasva a Bibliát? Mit csinálsz? Mivel töltöd meg a fejedet, amíg futsz? Vagy elmész edzeni le a terembe, fiúk? Biztos jártok, ahogy nézem. Mármint, hogy jártok, nem tudom, hogy edzetek-e, de ott vagytok. De csak gondolkozz el, hogy ki tudod használni ezt az időt. Ne, nincs a baj, nem bűn, tudjátok. Gyúrás az nem bűn. Ha addig nem tudtad. De mivel töltöd el ott az idődet? Tehát ott általában ez a zenem egy... Nem? Igaz? De azt hallgatod, vagy fogsz egy bibliaórát, és hallgatod Isten igéjét? Vagy fölolvasva a Bibliát, egy hangos Bibliát. Mire emeled a szemedet? Amikor időd van, mi az, amit reggel hamarabb olvasol, az újságot a kávéhoz, vagy a Bibliádat? Mire emeled a szemedet mondjuk reggel? Mivel töltöm meg a lakásomat, mindenemet? Mivel töltöm meg az időmet? Mert tudjátok, hogy olyanná fogok válni, amivel megtöltöm az időmet? Tényleg. Ha középszerű dolgokkal, amire azt mondjuk, hogy ez nem bűn, nem is Istenről van szó, de nem bűn, akkor középszerű leszek. Tényleg. De megtölthetem mással is. Annyi lehetőségünk van már. Interneten elérhetők. Annyi jó dolog, amit letölthetsz, hallgathatod, megtöltheted az életedet. Nézheted, ha valaki annyira tévéfüggő, most már meg lehet azt csinálni, hogy letölteni a YouTube-ról dolgokat, ráadásul mi meg is engedjük, hogy a bibliaóráikat letöltsed, és bedugd a tévébe, és nézzed a tévén, ha annyira a tévét kell nézned. Mivel töltöd meg az idődet? És ez jelenti fölemelni a szememet Jézusra, hogy ővele foglalkozok. Tehát amikor csak tudok, ővele foglalkozok. És a sátán néha mondja azt embereknek, hogy jaj, túl sok lelki dolog, az tönkre fog tenni. A túrót. Te láttál már olyat? A túl sok lelki dolog, az megcsömörlök. Én már hallottam keresztényeket, a túl sok lelki dolog, és szerinted lehet túl sok Istenből? Nem igaz? Mivel töltjük az időnket, drágáim? Mire emeljük föl a szemünket, mert olyanok leszünk. Emlékeztek rá, múlt héten Laci bácsi tanított. Ki volt itt? Csak hogy lássam. Hát nem sokan. Vagy többiek nem merték föltenni a kezüket. Nem tudom, akkor hányan voltak a gyűliben, nem értem. De Laci tanított, és annyira jó volt az a vers, amit felolvasott. Nekem az egész óra tetszett egyébként, de annyira tetszett nekem ez az ige vers, hogy a 2 Korintus 3.18-ból felolvasta ezt, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hogy azt mondja ez az ige vers, hogy ahogy szemléled Istent, ahogy őt nézed, közben minden erőlködés nélkül átformálódsz. Hogy ő vele töltöd az idődet, és átformálja a szíved, lelked. Hogy ő ezt várja, csak hogy gyönyörködjél az Úrban. Tudjátok, hogy itt van az a szó, a metamorfózis. Metamorfózis, itt azt használja, teljes átalakulás. Nagyon, nagyon vicces volt, mert Laci így magyarázta a szót, hogy tudjátok, hogy itt van az a magyar szó, hogy metamorfózis. Mondtam neki, hogy majd beszélünk. De tényleg ő teljesen átformál, hogy valami teljesen más jön ki, amikor te ővele töltöd az idődet. Ez a mai óra két dologról fog szólni. Ez a mai rész a Mikás 7-ben. Nem akartam szétdarabolni mindenféle történelmi háttérrel. Inkább
úgy érzem, hogy Isten üzenni akar rajta keresztül. Az egyik az, hogy hova nézel? Te hova nézel? És a másik pedig az, hogy mert nincs senki más olyan, mint Isten. Uram, köszönjük neked ezt a mai órát. Uram, köszönjük, hogy egy jó üzenete van. Köszönjük, hogy már így elkaptad a szívünket, hogy nézzünk rád. És arra kérünk most, hogy kérlek, hogy így formálj át minket. Imádkozom a saját szavaimért, hogy ne mondjak olyat, ami megbántaná a te mennyasszonyodat, inkább olyat, ami épít. Imádkozom mindenkiért, aki minket néz, meg aki itt van, Uram, szólj hozzánk. Jézus nevében. Amen. Ahogy szemléljük Istent, ő átformál minket, átformálja az életünket. Olyanokká válunk, amilyenek szeretnénk lenni. Én ennek az órának azt a címet adtam, ha néztétek az interneten, hogy milyen vagyok én, milyenek ők, de ki olyan, mint ő. És a címet kronológiai sorrendben adtam, ahogy így a részben találtam, de aztán rájöttem, hogy nem ezzel kell kezdeni. Nem ezzel kell kezdeni, hanem az elsővel, vagy az utolsóval kéne kezdeni, mert azt mondja Mikás 7:18-ban, hogyha oda tudtok pattanni gyorsan, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Ez nagyon érdekes, ugye fölteszi itt, elmondom mindjárt, hogy miért érdekes. Észrevettem, hogy a szavam járása az érdekes, szóljatok rám, halkam. Azt mondja, ki olyan, mint Isten? Ki olyan, mint Isten? És tudjátok, hogy elsősorban azért érdekes, mert ez Mikeásnak a neve. Ugye tök jó, nem? Hogy ide itt elmondja, hogy a saját nevével, mintha a saját nevére nézne, és így, tényleg, ki olyan, mint Isten? De azért is érdekes ez, mert a válasz az, hogy senki. Látom, nagyon tetszik, és mindenki azt számolja, hányszor mondom, hogy milyen érdekes. Érdekes, 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 érdekes. Végén fogunk egy játékot játszani. Nem. Szóval a válasz az, hogy senki. A válasz az, hogy senki nem olyan, mint Isten. Na most az a kérdés, hogy tényleg tudod-e azt, és így magadévá tetted-e azt, hogy nincs olyan, mint Isten még egy. Na most akkor kifejtem ezt jobban. Mert azt gondolom, hogyha ezt megértjük, ha ezt letisztázzuk magunkba, hogy nincs olyan más, mint Isten, akkor helyesebben fogjuk élni az életünket, meg jobban meg fogjuk állni a helyünket így a világban. Na most kezdjük ott, jó? Kicsit furi lesz, de érdekes lesz. Kezdjük ott, hogy nem tudom, hogy észrevettétek-e, de én nem vagyok Isten. Észrevettétek? Vannak, akik így ezt csináltak. Nem, én nem. De képzeld el, hogy mégis vannak, akik azt hiszik, mert azt várják el tőlem. Olyanokat várnak el tőlem, mintha én Isten lennék. Mintha azt mondanák, neked már tökéletesnek kéne lenned. Hogy mondhattad ezt? Hogy csinálhattad ezt? Ebben azt mondják, hogy nem vagy Isten. De nem én vagyok Jézus. Szerintem ez nagyon fontos dolog. És ezt tudd magadról, hogy nem te vagy Isten. Nem. Nem te vagy Isten. Vagy menjünk tovább. A gyülekezet, az emberek körülötted, tudod, hogy ők nem Isten? Most nézd körül. Ő nem Isten. Képzeld el. Úgyhogy ne várd el tőle azt, mintha az lenne jó, mert ő nem az. Vagy képzeljétek el, a félpásztorunk nem Isten. Pedig néha úgy néznek emberek pásztorokra, hogy hogy csinálhatott ilyet, mintha már azt mondanák, miért nem vagy olyan, mint Isten? De a válasz egyszerű, mert senki nincs olyan, mint Isten. Ha? Ez tök jó, és szerintem egyre felszabadítóbb, most, ahogy így megyünk beljebb a gyülibe.
Sőt, ez a gyülekezet tele van sérült, rossz múltú emberekkel, nem mindenki az, de, mármint, hogy nem mindenki jött olyan háttérből, mert lehet, hogy keresztény családban nőttél föl, és te ezt nem tudod felmutatni ezeket a dolgokat, de teli vagyunk olyan emberekkel, akik gyógyulunk, meg épülünk, meg minden. Nem vagyunk Isten, távolról se vagyunk Isten. Vagy a másik. A házastársad, ha házas vagy, tudtad, hogy nem ő Jézus. Se a férjed, se a feleséged. És nem is fogja tudni megadni neked azt, amit Jézus meg tud adni. Úgyhogy ne várd tőle, pedig néha házastársak így néznek egymásra hamis elvárásokkal, mintha a másik lenne az Isten. És csalódnak egymásba. De, vagy a gyerekeink, ha gyerekeid vannak. Néha olyanokat várok el tőlük, mintha már ők lennének az Isten. Hogy viselkedhetsz így? Már 4 éves vagy. De nem, most komolyan, gondolkozz el. Mintha azt mondanám, nem igaz, hogy nem vagy tökéletes. Menj már. Ők se Isten. És lépjünk még egyet. Néha odajönnek hozzám keresztények egy-egy biblióra után, és azt mondják, nem értem, hogy viselkedhettek velem a munkahelyemen így. Nem értem, hogy alázhattak meg ennyire. Nem értem, hogy emberek hogyan csinálhatnak ilyeneket, és így föl vannak háborodva. Én értem, mert ők nem Isten. Sőt, nagyon messze vannak tőle. Te egy picit közelebb vagy már. De néha úgy nézünk a világra, és olyan értékrendet várunk el, mintha ők lennének Isten. És meg vagyunk sértődve, hogyha valaki nem úgy viselkedik velünk a világból, mint Isten. De ők nem Isten. A kérdésem az az, tényleg érted, és a magadévá tetted azt, hogy senki nincs olyan, mint Isten? Mert ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy ő egyedül Isten. És senki más nem lesz képes arra, és nem tudja azt, és nem tudja úgy, mint ahogy ő. Én azt gondolom, hogyha ezt a helyére tesszük itt az elején, akkor ez meg fogja könnyíteni az életünket. Ha nem várunk el olyat valakitől, ami nem elvárható. Egyszerűen nem elvárható. Én azt gondolom, hogy annyi felesleges fájdalomtól, keserűségtől, bosszúságtól kímélnénk meg magunkat, ha így gondolkoznánk, hogy már eleve így gondolkoznánk, meg másokat is. Én úgy érzem, hogy Mikeás azért tudott több mint 40 évig szolgálni ezek között a, emlékeztek, nagyon kemény, mocskos, sértő körülmények között, mert ő megértett valamit. Hogy igen, ez folyik körülöttem, de azt mondja a 7. vers, a 7. részben, de én az Úrra nézek. Ez megy körülöttem, de én az Úrra emelem föl a tekintetemet. Én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Majd mindjárt elolvassuk, hogy mi ment körülötte, hogy mi után mondja azt Mikeás, hogy de én az Úrra nézek. Mert tudjátok? Mert azt gondolom, hogy csak így lehet túlélni ezt az életet. Hogyha az Úrra nézünk. És annyira megerősített engem egy gyülinkből egyik tag, talán ismeritek Lajost és Juditot, mindig itt ülnek elő, én mindig csak így be tudom tájolni. Drágáim, Lajos kórházba volt, és műtét, meg minden, és bementünk hozzá Fillel, és ugyan már régóta jár az Úrral egy idősebb ember, ott van az ágyon, és már túl volt mindenen, meg rendben volt, tudott beszélni, és akkor ő mondta nekem azt ilyen könnyes szemekkel, hogy Janikám, itt minden rossz. Tehát, hogy tényleg ott van, ugye most vették ki a csöveket belőle, így minden rossz itt,
de tudom, hogy az Úr itt van velem, és ezért így elégedett vagyok. És láttam az arcán, hogy ez jelenti neki azt. Tudjátok, hogy tényleg csak ez hoz megelégedést. Hogyha az Úrra nézünk, és ő az Úrra nézett. Mert az fog formálni téged, amire nézel. És akármire nézel ma, az formál téged. Az egyetlen dolog, ami megelégedést hoz, az Isten lesz. Semmi más. Én azt gondolom, hogy így az életben nagyon kevés megelégítő pillanat van, hogy azt mondod, hogy tényleg most a helyemen vagyok. Úgyhogy szükségünk van Istenre, hogy Istenre nézzünk. Mert a prófétait körülnézett, a következőt látta. Ha vissza tudnátok lapozni, 6. rész 13-tól 16-ig. Én is ezért, ugye az Úr szól itt a néphez, én is ezért megverve beteggé teszlek téged, elpusztítalak a bűneid miatt. Eszel te, de meg nem elégedsz, és benned marad a te éhséged, és gyűjtesz, de nem takarítasz, és amit megtakarítasz is, fegyverre hányom. Vetsz te, de nem aradsz, olajat sajtolsz te, de nem kened magad olajjal, és mustot is, de bort nem iszol. Mert az Omri parancsolataihoz szabjátok magatokat, és az Akháb házának minden dolgához, és azoknak tanácsán jártok. Hogy pusztasággá tegyelek téged, az ő lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok népemnek gyalázatát. Nem tudom, mennyire emlékeztek, Isten azt mondja, hogy ezeknek a gonosz királyoknak az élet útját követitek, ezért gyümölcstelenné teszlek benneteket. Hiába dolgoztok, hiába tesztek bármit, nem lesz semmitek. És a proféta ránéz erre, ennek a következményére, és így folytatja a 7. részben, az első verstől, a 7. versig. Jaj nekem, mert olyan lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő, egy ennivaló gereszt sem maradt, pedig zsengére vágyott lelkem. Elveszett a földről a kegyes, és igaz nincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadásza atya fiát, gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, itt megnéztem az eredeti fordítást, egy kicsit még a Károl is adja vissza. Itt arról beszél, hogy aki a legjobb, amit tudnak adni, ő közöttük a legjobb, tehát így nézzétek, aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz, a legigazabb, mondjuk így, olyan, mint a tövis bokor. A te az őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletbe ülő előtt is zárd be a szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a lány anyja ellen támad, a menny az ő nappára, vagy anyósára, azt hiszem. Az embernek saját házanépe az ellensége, de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Látjátok, hogy mi volt itt a helyzet? Remélem, hogy figyeltetek. Hogy a próféta leírja itt a tapasztalatait, az érzéseit, ahogy jár a két törzs között, és prófétál nekik, és amit lát. Hogy ez volt a helyzet. Elnézést. Tehát nem az volt a helyzet, hogy ittak, de azt is biztos. Tehát akkor leírja ezeket az érzéseket, nézi, hogy gyümölcstelen a föld, hogy az emberek hogyan viselkednek. Azt mondja, hogy nincsen hűség. Látjuk azt, hogy arról ír, hogy a legjobb ember közöttük az szúrós, az bánt, az fájdalmat okoz, hogy a legigazabb az olyan, mint egy tüskebokor, hogy őt mondják igaznak, de meg se lehet közelíteni, mert fáj, hogyha megközelíted. Azt olvasod, hogy éhesek a vérre. Éhesek a vérre. És én azt gondolom, hogy ez nem túlzás. Hány keresztényt
gyilkoltak meg most a Közel-Keleten? Hány keresztényt fejeztek le egyszerre? 30? 23? 21? Ez volt a legutóbbi hír, és miért? Mert vérszomjasak. Az ember képes erre Isten nélkül, hogy ezt megcsinálja. Azt olvassuk itt, hogy nem bízhatsz a barátban. Nem bízhatsz meg a barátban, nem mondj neki semmit. Nem bízhatsz a családodban. Mert ilyenné vált az a világ akkor. Az emberek nem akarták élni azt, amit Isten adott nekik, és nézd, mennyire érdekes, hogy teljesen átmentek a másik oldalra, nem? Nem akarták élni az életet, inkább megölnek mindenkit. Hogy odáig lesüllyedtek, hogy már így vannak. Én azt látom, és biztos te is látod, hogy az emberek nagy többsége a Földön ma se akarja élni, amit Isten akar adni, vagy ami Isten szerint jó. És ma is hihetetlen mélységeket ütnek meg azok, akik nem Isten szerint járnak. Én azt gondolom, hogy a borzalomnak csak a felszínét látjuk, ami eljut hozzánk. Ezen kívül még rosszabb szerintem. Szerintem ma is még vérszomjasabbak az emberek. És néha mi is úgy érezhetjük magunkat, mint Mikás. Hogy mi van itt? Mi történik körülöttem? Hova megy ez a világ? Hogy mi lesz ebből? És mondhatjuk, hogy hát igen, ilyenek ők. Ilyen a világ. De szerintem nagyon fontos tudni egy dolgot, hogy ők nem Isten. Oké? Ők nem Isten. Őtőlük nem várhatjuk el, amit Istentől elvárnánk. Nem mondhatjuk azt, hogy csinálhatnak ilyet. Hogy képzelik ezt? Nem, ők Isten nélküliek. Nagyon messze vannak Istentől. És fontos tudni még valamit, hogy Isten ránézett erre a népre, erre a vérszomjas népre, és mit mond itt? Hogy Isten milyen? Megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának a vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Ránéz erre a népre, erre a vérszomjas népre, és azt mondja, hogy én gyönyörködöm abban, hogy megbocsássak nektek. Na most, ne felejtsétek el azt, hogy ismeritek a korintusi gyülekezetet? Valamennyire olvastátok a korintusi levelet? Mindig a korintusi gyülekezetről mindig ilyen furi dolgok jutnak eszünkbe, nem? Hogy ilyen, egy kicsit kettős gyülekezet, nem? De sokszor ezt a véleményt hallom, nem akartam megbántani ők, mert ugye ők aztán mindent megcsinálnak, egyébként a kedvenc levelem a korintusi, épp ezért, mert kicsit én is kettős vagyok. Tehát, tudod, hogy régen, abban az időben Isten lenézett Korintusra, ugye abban az időben, amikor nem volt nagy büszkeség, hogy valakire azt mondták, hogy korintusi, mert az, hogy valakire azt mondták, hogy korintusi, az azt jelentette, hogy alkoholista, feslet, senki házi, és volt egy ilyen mondás, hogy ne legyél már korintusi, ne viselkedj úgy, mint egy korintusi. Na most Isten lenézett Korintus városára, és tudod, mit mondott Pálnak? Azt mondta, ne félj, hanem beszélj, mert nekem sok népem van ebbe a városba. Mert Isten gyönyörködik az irgalmasságba. Annyira tetszik nekem, nem tudom mennyire jártok vasárnap, ha nem jártok, ott kell lennetek, hogy a római levélen megyünk át, és hogy Isten kegyelme átsüt a részeken, hogy Isten meg akarja velünk értetni, mint Golgota Budapest, hogy ő mérhetetlenül kegyelmes. Hogy ő ránéz ezekre az emberekre, és azt mondja, hogy én gyönyörködöm abban, hogy megbocsássak neked. Mire nézel te? Mert olyan leszel, amire nézel. Csak gondolkozz el ezen. Isten lenéz Budapestre, a munkahelyedre, és azt mondja, ne félj, hanem beszélj, mert nekem sok népem van azon a helyen.
Mert ő gyönyörködik abba, hogy irgalmas legyen. Olyanok leszünk, mint akire nézünk. Ha Istenre nézünk, akkor ilyenek leszünk. Te mire nézel? Ha? Manapság. Arra nézel, hogy melyik autópályán kell már megint matricát venni, ahol eddig nem kellett? És hogy ez milyen igazságtalan? Vagy mire? A politikára nézel? És ebben töltöd meg a fejedet? Tényleg? Mert akkor olyan leszel. Olyan leszel, amire nézel. És az fogja átformálni az életedet. Hát én nem akarom, hogy az autópálya matrica mizéria formálja át az életemet. Nem akarom, hogy a politika formálja át az életemet. Mert az keserves. De Isten azt mondja, hogy de te mindezek közepette nézz Istenre. Nézz Istenre, és olyan leszel, mint ő. Istenre, aki szereti ezeket az embereket. Istenre, aki szereti Budapestet, aki szereti a munkatársaidat. Annak ellenére, hogy vérszomjasak, igazságtalanok, nem lehet rájuk hallgatni, nem lehet bennük bízni, ő szereti őket, elhiszed? Mert ő gyönyörködik az irgalmasságban. Ugye beszélünk a világról, hogy ez van körülöttünk, és mi nekünk Istenre kell nézni, de hadd lépjek egy picit vissza, jó? Ha egy ember lélekben jár, az gyönyörű, igaz? Mármint, hogy nem azt mondom, hogy egyből gyönyörű, mert nem lesz egyből gyönyörű, hosszú munkája van Istennek bennünk, de ha egy ember lélekben jár, az gyönyörű, mert látni benne a változást. Ilyen volt, és kezd ilyen lenni. Jó, nem tökéletes, de változik. Ugye? Az nagyon szép. De ha valaki, figyeljetek, ha bárki megnyitja az ajtót a test vágyainak, tehát a nem, jó, akkor úgy mondom, a nem Isten szerinti vágyaknak. Mert néha a testemnek az is vágya, hogy menjek kocogni, az meg jó, nem? Tehát, hogyha megnyitjuk az ajtót egy kicsit a test vágyainak, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy megnyitottuk az ajtót, és az egyre rosszabb lesz. És mi is mindenre képesek vagyunk, amiről itt olvastunk. Sőt, a keresztények a gonoszságuk mellé még igeverset is tudnak rakni. És az még durvább. Volt már nektek ilyen? Én tapasztaltam. Mármint, hogy én mondtam valakinek. Annyira gonosz, ha nem figyelünk, amikor nem figyelünk, nem az Úrra nézünk, hanem megengedjük a testünknek, hogy ő uralkodjon, mi is ugyanígy képesek vagyunk erre, ezekre a dolgokra, amire a világ. És azt vettem észre, amikor ebben az időszakban voltam, hogy az ember kinyitja egy picit az ajtót, de legközelebb már még nagyobbat bukik, és legközelebb még nagyobbat bukik, és egy idő után belekerül egy mókuskerékbe, aminek nincs az oldalán kijárat. És csak azt veszed észre, hogy újra és újra azt csinálod, és közben nyomorultul érzed magad, mert tudod, hogy nem jó, amit csinálsz. Ott kezdődött, hogy utat engedtél a testnek. És egy idő után a sátán megpróbálja veled elhitetni, hogy ebből nincs kiút. Hogy ennek soha nem lesz vége. És vannak emberek, akik ez miatt elmennek Istentől rosszabb esetbe. Mert egy kicsit kinyitották az ajtót. És azt gondolták, hogy ők majd uralják a testüket. És lehet, hogy itt ülsz ma, és rám nézel, és azt mondod, hogy hát igen, én már nyitogattam, de én uralom én. Sőt, nekem most is nyitva van egy pár ilyen ajtó, de én kemény vagyok. Csak várd ki. Várd ki. Illetve akarom mondani, inkább ne várd ki. Inkább hagyd abba. Mert annál nyomorultabb hely nincs, amikor egy keresztény tele van bűnökkel. Mert mi még tudjuk az igazságot is mellé, nem? Én voltam ott. Voltam ott. Ne legyél ott, és ne akarj ott lenni. Mert nekünk van kiút. Nem igaz, hogy nincs kiút. Nem igaz, hogy nincs kiút. Hát azt gondolom, hogy,
hogy ilyenek vagyunk. Beszéltünk a világról, hogy ők ilyenek, de nekünk fontos tudni, hogy ilyenek vagyunk. De fontos tudni még egy pár dolgot ezzel kapcsolatban, hogy mi nem vagyunk Isten. Ezt jó, ha tudod, mert néha olyan elvárásokat támasztunk magunkkal szembe, mintha mi lennénk Isten. De mi nem vagyunk az. Mi olyan emberek vagyunk, akik rájöttünk, hogy szükségünk van megváltásra. És most így próbálunk túlélni ebbe az életbe, és kiáltunk az Úrhoz, hogy segítsen, és sokszor elbukunk, mert a lelkünk meg van váltva, de a testünk még nincs. Biztos ezt is észrevettétek már. Igaz? De Isten kegyelmes. Nagyon könnyű egymásra nézni egy közösségbe, és ismerni a bűneinket, a bűnöket, nem? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, egy a baráti körbe, de minél közelebb kerülök valakihez, ugye, akkor látom a bűneit is. Nem csak azt, hogy milyen, amikor itt ül velem szembe, hanem a bűneit is. Ugye, házasságban meg ho-ho-ho-ho, tehát ott meg aztán. Ugye, látod. De amikor látod ezt a testvéredben, hogy ő elbukott, látod a feleségedben, a férjedben, a gyerekedben, akkor, vagy magadon, akkor kire fogsz nézni? Kire fogsz nézni? Ki lesz a te megváltód? Mert azt mondja itt nekünk, hogy de mi az Úrra nézünk. Látjuk magunk körül is ezt. A keresztények is elbukottak. Megbántjuk egymást. Nem? Sokszor megbántjuk egymást. Én bántottam meg embereket. Tudom. Meg ők is engem. Ez meg fog történni, mert ezek vagyunk. Hát most mi van? Aztán megbocsátunk, megyünk tovább. Nem? Nem így van? Illetve így kéne lennie. Csak engem többen hallanak, mert itt hangosabb. Én több ember tudok egyszerre megbántani. De értitek, hogy mi van? Meg fog történni. De kire fogunk nézni? Azt fogjuk mondani, hogy ez az ember, ez kész, vége van. De ő nem Isten. Vagy Istenre nézünk, és azt mondjuk, igen, megbántott, de én az Úrra nézek. Nem erre az emberre, nem ettől az embertől függök. Nem ez fogja nekem az életet adni, nem ő. Olvastam egy, szerintem nagyon jó, aztán majd ítéljétek meg magatok, és nem is tudom, hogy ki írta, nem néztem meg, de ezt írta. Ha neked a házastárs az Isten, és a házasság a menny, akkor az pokol. Elmondjam még egyszer? Ha neked a házastárs az Isten, ő az, akitől várod mindent, ő, mert ő, és azt gondolod, hogy a házasság a mennyország, az pokol lesz. De mehetnénk tovább, máshogy is lehet ezt. Ha te úgy gondolod, hogy a pásztor az Isten, és a gyülekezetnek, a mennyországnak kéne lenni, az pokol. Az hihetetlen. Vagy mehetünk még tovább. Ha te azt gondolod, hogy a barátod az Isten, és őtőle vársz mindent, és a barátság az kéne lenni a mennyország, az is pokol lesz. Sőt, ha te azt gondolod, hogy így a pár kapcsolat, egy pár lenne a nekem az Isten, az jelentene mindent, és a pár kapcsolat lenne a mennyország az életemben, az pokol. Az pokol. És tudom, talán nehéz az én számból hallani, én nagyon hamar házasodtam, de tudom, hogy így van. Kire nézel? Kire fogsz nézni? Ki az, akitől várod, hogy megelégítsen, hogy rendbe rakjon téged? Ki? Egy ember? Valaki a gyűliben? Hát kik vagyunk mi? Ki olyan, mint Isten? Senki más. Csak Isten. Te eddig kitől vártad, hogy megelégítse a te kérdéseidet, vágyaidat, hogy adjon egy komfortot, hogy kitől vártad eddig?
Mert ha bárki mástól vártad, mint Isten, az nem fog megtörténni. Lehet, hogy eddig azért nem történt meg. És tudnod kell még valamit Istenről. Azt olvassuk róla, megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Ő ma itt van neked, és ő gyönyörködik az irgalmasságban. Kire nézel? Az fog téged formálni. Gyülekezet, pásztor? Hát inkább ne, léci. Én nem akarok még egy ilyet, mint én. De olyan se akarok lenni, mint ti. Értitek? És gondolom, ti is úgy vagytok, hogy ti se akartok még egyet önmagatokból, mert elég az az egy, aki van, nem? Istenre nézünk. Itt ez történik körülöttünk, köztünk, bennünk, de mi Istenre nézünk. És ezt olvassuk a 7. verstől a 17. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet, és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. De meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el, aki ezt mondja nekem, hol az Úr a te Istened? Meglátják őt az én szemeim, hogy ímé széttapostatik, mint az utcasár. Falaid megépítésének napja, e napon távol lesz a törvény. Azon a napon eljönnek hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból a folyamig, tengertől tengerig és hegytől hegyig, és pusztává lesz a föld az ő lakói miatt, az ő cselekedeteik gyümölcséért. Legeltesd népedet a te vesződdel, a te örökségednek nyáját, amely magányosan lakik az erdőben, a Kármel közepén. Legeljenek Básánban és Gileádban, mint a hajdankor napjain, mint az Egyiptom földéről kijövetelednek idején. Láttatok veled csoda dolgokat. Látják ezt a pogányok, és megszégyenülnek mind erejükkel. Kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek. Nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jönnek, rejtekeikből remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és félnek tőled. Ezek a versek beszélnek megint az 1000 éves uralomról, amikor Jézus visszajön és uralkodni fog. Én hadd emeljek ki ebből két verset, mert az annyira bátorított. Mert én olyan sokszor vagyok elbukva, elesve. És olyan jó volt, hogy nézd ezt az imát. A 8. és 9. versre figyeljetek vissza egy picit. Azt mondja, ne örülj ellenségem, elestem ugyan, de fölkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez annyira jó, hogy nem kell neked magyarázkodni a világ előtt, hogy te elbuktál. Hányszor hallod ezt a vádlást, nem? Hogy milyen keresztény vagy te? Hogy mondhattál ilyet? Miért csináltad ezt? Te tényleg keresztény vagy? Sokszor a sátán fölteszi ezt a kérdést. Komolyan megtértél? Hát ahogy most nézlek, lehet, hogy nem volt komoly a megtérés, ugye? Sokszor halljuk ezeket a vádlásokat. De annyira tetszik nekem itt Mikás. Azt mondja, igen, elestem, de fölkelek. Ha? Mert én az Úré vagyok. Igen, vétkeztem, és ő majd adja, ami nekem jár, de ő utána engem kivisz a világosságra. Te hogy vagy ebben? Csak el tudod képzelni egy ilyen világi beszélgetésbe? Nekem már volt ez, azért van benne gyakorlatom. Ez a hopp, káromkodtál, hallottam. És így, na és akkor mi van? Hát te keresztény vagy, nem? Oké, várj egy picit. Uram, kérlek, bocsáss meg, hogy káromkodtam. Köszönöm, hogy megbocsájtottál. Kész vagyok.
Na mi van? De most értitek, hogy ez tényleg így működik? Hogy ez nem csak egy poén itt ma estére, hanem hogy én mondhatom azt a világnak, igen, elestem, jól láttad, de én fölkelek. Isten ki fog vinni a világosságra. Te ma bárhol vagy, lehet, hogy a mókuskerékbe vagy, megkeseredtél valami miatt, ami ért téged, tönkrementél benne, és lehet, hogy ma vagy itt úgy utoljára, hogyha ma Isten nem mond valamit, akkor kész vagyok, elegem van. Gyere vissza ma. És kezdj el újra Istenre nézni, mert olyan leszel, mint amire nézel. És nyugodtan mondhatod, akárki vádol téged, hogy igen, elestem, és fölkelek, mert én az Istené vagyok. Ez olyan jó, és ő sokkal hűségesebb, mint én. Ő az egyetlen, akiben megbízhatok, ő az egyetlen, aki helyre tud tenni, ő az egyetlen, aki gondoskodik rólam, ő az egyetlen, aki meghalt értem. És tudod, mit ír róla még Mikás itt a levél végén? Olvassuk el együtt 18-tól 20-ig. Ugye ezt már az elején fölhoztam. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket, hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben. Elestem, de fölkelek. Miért? Mert Isten ilyen. Mert Isten ilyen. És te is, ha itt ma egyszer már odaadtad az életedet az Úrnak, bárhol vagy, mondhatod azt, elestem, de fölkelek. És nem azért, mert én olyan jó lennék, vagy hűséges lennék, hanem azért, mert Isten hűséges. És gyönyörködik az irgalmasságban. Azt olvassuk itt, hogy megbocsátja a bűnt. Egy másik helyen nagyon tetszik nekem, hogy a bűneikről többet meg nem emlékszik. És az ötlet van az egész mögött, hogy Isten úgy döntött, hogy ő nem emlékszik róla. Érted? Hogy, mert milyen lenne, hogyha Isten nem emlékezne, akkor Isten lenne? Tehát, hogyha... Tehát azért összeraktátok ezt, hogy Isten nem felejt el semmit. Nem, ő úgy döntött, hogy nem emlékszik meg róla. Csak nézd ezt, és ez annyira bátorított, olyan jó volt, hogyha odamész ma Istenhez, és azt mondod neki, hogy Uram, hihetetlen, ne haragudj, de én már megint vétkeztem, akkor Isten azt mondja, megint? Ez nem jó. Hogy ő így néz rád, hogy ne, én úgy döntöttem, hogy a régiekről nem emlékszem, meg nem tudom, miről beszélsz. De örülök, hogy ma itt vagy, és azt mondod, hogy vétkeztél, mert én meg megbocsájtam. Gyönyörű? Olyan mély Istennek a kegyelme. Annyira mély Istennek a kegyelme. És hiszem, hogy vannak itt ma olyanok, akiknek nagyon-nagyon-nagyon szükségük van rá. Hogy elhiggyék végre, hogy Isten mérhetetlenül szereti őket. Hogy ezek nem csak poénok, amiket itt elsütünk, hanem ez így van, mert ő gyönyörködik az irgalmasságban. Azt olvassuk itt, hogy ő neki az okoz örömet, hogy megbocsájt neked. Érted? Akkor hadd fordítsam meg, szeretnél ma örömet okozni Istennek? Akkor kezd avval, hogy azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg. És ő gyönyörködni fog abban, hogy irgalmat adjon. Nem tudom, hogy egyszerűen emberi szavakkal le nem lehet írni, hogy milyen irgalmas az Úr. És azt olvasod, hogy a tenger mélyére veti a bűneinket. Hát erre nem találtam semmi jót. Talán az, hogy eszembe jutott van az a Marianna árok, vagy nem tudom milyen árok, ami nem tudom milyen mély, sok ezer méter mély. Látom, hogy ti se vagytok képben nagyon, akkor hagyjuk. De hogy ott nem lehet látni, tehát ott élnek azok a furcsa élőlények, amik fehérek, mert soha nem láttak napot. De olyan jó, hogy Isten eldobta egy olyan helyre a bűneimet, ahol nem lehet látni. Tudod? Ez annyira jó. Nincs más olyan, mint Isten.
És ezt tanuljuk meg ma este. Te, én nem vagyunk azok, a feleségünk, férünk nem, a gyerekeink nem, mert nincs más, és senki másnál nem fogjuk megtalálni azt a megelégedést, ami Istennél van. Tehát ne várjál másoktól és magadtól olyat, amit nem tudnak megadni neked. Nincs senki más olyan, mint ő, aki odaadta a fiát. Értünk. És Mike-ot kérem, hogy jöjjön föl. Tudjátok, hogy itt a végén szoktunk énekelni párat, és ma is ezt fogjuk tenni. Így reagálunk arra, amit Isten mondott. Sokan szokták mondani, hogy így jó ez a két dal a végén, mert így átgondolják az üzenetet. De tudod mit? Figyeljetek ide. Ő a saját fiát adta. Isten annyira szeret téged, meg annyira szerette a világot, hogy a saját fiát odaadta, hogy üdvözüljünk, mert valakinek meg kellett halni a bűnökért. Értitek? Hogy Istennek igazságosnak kellett maradnia. És muszáj volt, hogy a bűntelen meghaljon a bűnökért. Hogy egy tökéletes áldozatot mutasson be valaki, és azt mi nem tudtuk. De Jézus jött, és ő bemutatta helyettünk. Azért, hogy mi Istenre nézhessünk ma, meg hogy neked, meg nekem örök életünk lehessen. Úgyhogy ha ma úgy vagy itt a gyüliben, vagy ott ülsz az internet előtt, és valahogy ide kattintottál, és Isten már készítette a szívedet, lehet már előtte, hogy már add oda, már szólongatott téged többször, hogy na, most itt lenne az ideje, akkor a végén lehetőséget fogok adni arra, hogy így mondj igent ma Istennek. De hadd mondjak még valamit. Ha itt vagy, és úgy vagy, hogy Jani, én vagyok abban a mókuskerékben, hogy egyszerűen nincs vége, nem bírok kiszabadulni, nem tudom, hogy lesz vége. Utat nyitottam a testnek, és már megevett az egész. Akkor tudjad, hogy Isten vár téged vissza. Tényleg. De ne kezdjél el emberekbe bízni, meg nem módszerekbe, hanem tudnod kell, hogy vissza kell menned Istenhez. És föl kell végre újra nézni Istenre, azon a módon, ahogy mondtam. De tudjátok, és ezt fogjuk csinálni. Az óra végén, ahogy szoktam, de akartam egy magyarázatot adni nektek, oké? Nem unjátok még? Legfeljebb, ha unjátok, nem meritek megmondani, biztos. Nem, viccetem. De akartam egy magyarázatot adni, hogy miért csináljuk ezt. Mert nekem néha régen ciki volt ez a, most emeled föl a kezed, és tudod, amikor nem emeli föl senki, akkor így sajnáltam egy a pásztortot, hogy szegényket, hogy milyen égés, hogy gyorsan menjünk tovább, tudod, valami más, de... Meg ez a, hogy visszajönni az Úrhoz, tudod, ez is ilyen kicsit ilyen furi volt, tudod, hogy hát kiment el, kicsit így ilyen pökhendi voltam, és nem értettem, hogy mire jó ez, de aztán megértettem egy kicsit, vagy talán teljesen. Hogy nézzetek ide, lehet, hogy valaki, tényleg, és nem ismerjük egymást itt, lehet, hogy valaki ma bejött a gyülibe, és Isten már készítette a szívét, hogy ma odaadja az életét. És én akarom, hogy itt ma este odaadja. Akkor, hogyha ezen a kérdésen múlik, és egy kis cikiségen, hogy van, lehet, hogy nem emeli fel a kezét senki, attól meg fogom kérdezni minden este. És a másik dolog, amikor azt kérdezem, hogy jössz, akarsz visszajönni Istenhez? Tudod, hogy néha az embereknek ez mozdítja meg a hitét. Itt vannak a gyülibe, és azt mondják, hogy Uram, itt vagyok, én vagyok. Mint az az asszony, aki azt mondta, hogy ha csak a Jézusnak a ruhája szélét megfogom, akkor meggyógyulok. És Jézus nem mondta azt, hogy hát ez hibás teológia, nem? De tudod, hogy lehet, hogy van itt olyan valaki, aki azt mondja, hogy már nem bírom már, és Uram, én itt vagyok, és így fogja föltenni a kezét, hogy én vagyok az Istenem. Én vissza akarok ma jönni, és ma történik meg a szívébe. Ha ez ma lenne, és nem kérdezem meg, nagyon, nagyon béna lenne, nem? Ezért fogom csinálni mindig. És tudod, aki nem teszi föl a kezét, meg kérlek, hogy imádkozzatok azokért, hogy Uram, add, hogy bátor legyen az, aki még nincs megtérve, és tegye föl a kezét. Uram, add, hogy bátor legyen az, akinek szüksége van arra, hogy visszajöjjön Istenhez, és tegye föl a kezét. És most hajtsuk meg a fejünket, jó? Lehet ez?
Azért szoktam ezt mondani, hogy itt csináljuk ezt, meg csukjuk be a szemünket, egy kis privát helyet biztosítsunk azoknak, akik bátortalanok, de föl szeretnék tenni a kezüket. Ne legyenek tekintetek, akik azt vizslatják, hogy nem kihányam, meg mit. Ezért szoktalak kérni benneteket, csukjuk be a szemünket, hajtsátok le fejeteket. És arra szeretnék kérni, hogyha most itt vagy, és te még nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor most tedd föl a kezedet, jó? De szeretnéd ma este, mert Isten már készített téged erre. Akkor kérlek, hogy most tedd föl a kezed. Legyen egy ilyen, legyen ez a hit lépésed, hogy Isten azt mondja, hogy közeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Legyen ez a te közeledésed ma, hogy Uram, itt vagyok, és szükségem van rád. Van-e itt bárki olyan? Akár az internet előtt néz minket valaki, és most úgy gondolja, hogy hopp, ez elkapott, meg kell térnem, akkor csak így tedd fel a kezed ott. Ne törődj vele, hogy kinéz. Van bárki? Van egy olyan ember, aki úgy érzi, hogy ott vagyok, kinyitottam az ajtót a testnek, és maga alá darált. És nincs szabadulás, de akarok, vissza akarok jönni Istenhez. Van-e itt olyan ember? Akkor arra kérlek, hogy most tedd fel a kezed te. Köszönöm, látom. Köszönöm. Köszönöm. Köszi. Letehetitek. Még valaki esetleg, aki szeretné, hogy így most imádkozzunk együtt érte? Uram, köszönjük neked őket, akik föltették a kezüket, és azért imádkozunk, Atyám, hogy ez a dolog ma, amit ők tettek, ez ne csak egy ilyen, valamilyen gyülekezeti dolog legyen, hanem ők most kinyilvánították, hogy ők vissza akarnak jönni. És imádkozunk együtt, most értük, hogy adj erőt a lábaikba, hogyha elmennek innen a gyülekezetbe, akkor a jó döntést hozzák meg. És adj erőt nekik, hogy újra fölemeljék a szemüket rád, és betöltsék az életüket veled, ne valami mással. Uram, adj erőt nekik, és kent föl őket, és add, hogy ez az este egy élet megváltoztató este legyen. Most itt két oldalt leszünk majd néhányan. Ha szeretnétek imát kérni, Mike fog két dalt játszani, kettőt. Akkor gyertek előre, és mi meg nagyon szeretnénk veletek imádkozni. És ne mondjátok azt, hogy jaj, nagyon elfoglalt voltál, nem akartam jönni. Légyci, gyertek. Nem hiszitek el, hogy mennyire akarunk veletek imádkozni. Mert hisszük azt, hogy lehet, hogy ez az este az, amikor Isten megválaszol egy imád. Már hív is. De csak dicsőítsük az Urat, és gyertek, gyertek, imádkozzunk, és aztán befejezem majd. Ki olyan, mint ő, a mögött bárán, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a hamuk zúgnak, a nagy királynak. Ki olyan, mint ő? Isten trónján. A hegyek hódolnak, a hamuk zúgnak, a nagy királynak. Szívből imád, holnap felkeltétől, míg ráborol az ég. Minden nemzet, minden nép, minden angyal, minden szent, hát ő. Ki olyan, mint ő, a győztes oroszlán, ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, a havuk zúgnak, a nagy királynak. Ki olyan, mint ő? Ki olyan, mint ő?
győztes oroszlán ott Isten trónján. A hegyek hódolnak, habok zúgnak a nagy királynak. Szívből imád, ha a nap feketítő, még rádol az éjjel. Szívből imád, a minden nemzet, minden nép, minden angyal, minden szem. Szívből imád, ha a nap feketítő, még rádol az éjjel. Minden nép, minden jó, minden szent álő. Nem értem és nem látom át Isten tervét és szándékát. Csak azt tudom, hogy a jobbján ott van az én megváltóm. Abban bízom, mit szavamon Krisztus meghalt, hogy megváltson. Szívem is vágyik rá nagyon, hogy ő legyen megváltom. Elhagyta királyi helyét, hogy meghalljon e bűnösség. Én sem értettem régen még, még ő nem lett megváltó. Megváltom is Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem is mindenem, ki örökké itt van velem. Megváltom is Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem is mindenem, ki örökké. Akármi vár e földön rám, abból nyerek vigasztalást, hogy meghalt értem a király, és így letől megváltom. Elhagyta király helyét, hogy meghalljon nem bűnösség. Én sem értettem régen még, míg ő nem lett megváltom. Megváltom is Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké. Megváltom is Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem is mindenem, ki örökké itt van velem. Megváltom is Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem is mindenem, ki örökké itt van velem. Megváltom is Istenem, ki örökké szeret. Yeah.
és Istenem, megváltom, és Istenem, megváltom, megváltom. Kívánom azt, hogy, hogy Istennek így a dicsőítéshez folytatódjon abban, ahogy most közösségben leszünk egymással, és hogyha van szükségetek még imára, itt leszünk néhányan vezetők, és gyertek bátran, szeretnénk veletek imádkozni, és ha esetleg avval szeretnéd az Urat dicsőíteni, mert indít rá, hogy adakozz, akkor tudod, hogy ott vannak az adakozó dobozok oldalt, ez is egy dicsőítés Istennek. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a mai estét. Hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk, hogy megerősítettél minket, hogy figyeljünk, és hálásak vagyunk azért, mert szóltál. Imádkozunk azért, hogy áld meg a te gyülekezetedet, és segíts meg minket, hogy téged dicsőítsünk, meg te rád nézzünk, mind annak közepette, amiben élünk, ami van, ami elkeserítő néha, és elbátortalanító, mert te vagy az egyetlen, aki megelégedést hozol, és segíts ebbe nekünk. Jézus nevében imádkoztunk, és Isten minden embere azt mondja, hogy Ámen, az Úr áldjon benneteket.